augusztusban fog sor kerülni itt egy szabad egyetem megrendezésére, amelyik egyik szimbóluma és jelképe annak, hogy az itteni kárpátaljai magyar fiatalság szervezi önmagát, erősíti önmagát, és itt a külhonban, itt Kárpátalján szeretné a jövőjét felépíteni. Ehhez nyújtunk anyagi és erkölcsi segítséget is, és természetesen igyekszünk majd a szervezésben is részt venni, illetve még sikeresebbé tenni ezt a szabad egyetemet. Bízom benne, és őszintén remélem, hogy ez a szabad egyetem, ami egy kis ideig szünetelt itt, majd most újra indították, hála Istennek a fiatalok, ez ki fogja nőni magát igazi kárpátaljai nagyméretű, nagy fiatal rendezvényi, és nagyon sok fiatal fogja ezt még nagyobban, még sikeresebbé tenni a következő években, évtizedekben. Azt gondolom, hogy ez egyúttal a megmaradást is szolgálja ez a rendezvénycsorozat, és nekünk anyaországban élőknek az alapvető kötelességünk, hogy az itteni külhomba szakított honfitársainkat mindenben segítsük. Milyen célokat tűzhet ki a kárpátai magyarság, vagy a kárpátaljai fiatal egyetemisták ön szerint a jövőre nézve? Hát azt mondtam nekik, hogy most szerintem a legnagyobb feladat a megmaradás, és a nemzeti identitás és a nemzeti kultúrának a megőrzése. És azért is mondtam a nagy célok kitűzését, hogy csak nagy célokkal szabad kezdeni, mert szerintem az méltó a fiatalsághoz. Nagy ideák, nagy energiák, és igazi a szónak a jó értelmében forradalmi levelet és forradalmi szellemiség kell egy fiatalnak, hogy rendelkezzen. Ma olyan nehéz helyzetben van itt Kárpátalján a magyarság, hogy ehhez nagy erőre és nagy célok kitűzésére van szükség. Sajnos azt kell, hogy mondjam, picit fájó szívvel is, hogy az, hogy önmagukban, hogy megmaradjon itt a magyarság, az most egy óriási cél. Ezer és ezer gonosz minden szándék eszélyezteti ma az itt élő magyarság megmaradását, és hát azt is fogalmazhatnánk, hogy az elmúlt 100 év végig a megmaradásért folyó küzdelemben telt, és nagyon szeretnénk, hogyha ez a küzdelem eredményes lenne a megmaradásért.